Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Stúdiónk vendége Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt lehetek, és Fehérvárról beszélhetünk, és köszöntöm a nézőket is. 10 évvel ezelőtt az október 3-e, illetve az október 14-e is gondolom, hogy emlékezetes volt az ön számára, hiszen ekkor választották meg 18.225 szavazattal önt polgármesternek, és éppen 10 évvel ezelőtt október 14-én volt az első olyan alakuló közgyűlés, amin már mint megválasztott polgármester vett részt. Hát azt hiszem, hogy talán természetes, hogy az ember ilyen eseményeket nem felejt el, nem csak a 10 év távlatából, hanem valószínűleg egész életemben emlékezni fogok azokra a pillanatokra, akár arra bizonyos október 3-a egész napra, meg aztán persze a 7 óra utáni várakozásra, aztán az örömperceire, aztán pedig október 14-ére az alakuló közgyűlésre, az első eskütételre, a szolgálatnak a megkezdésére, persze ez abszolút emlékezetes a számomra. És hát remélem, hogy egy évtized után nem csak én mondom azt, hogy én köszönöm a bizalmat, és nekem ez egy fantasztikus élmény, ez az egész 10 év, hanem az emberek is úgy érzik, hogy érdemes volt bizalmat adni nekem és nekünk, hiszen mindig egy csapatmunkáról beszélünk 2010-ben, de egy harmadik időpontot is mondanék, ha már így visszatekintünk, ez pedig október 5-e kedd 16 óra volt, amikor jogi értelemben megtörtént az átadás átvétel, és akik ezt lebonyolították, azok elhagyták a polgármester irodát, és ott maradtam az irodában egyedül, és ahogy lenni szokott ilyenkor a felismerés, hogy húha, akkor most kezdődik a munka. Úgyhogy ez a 3 időpont mindegyike számomra nagyon-nagyon emlékezetes, és örökre emlékezetes is lesz. Hát október 5-én nem lehetett ott a kameránk, de október 14-én ott voltunk, és természetesen a Fehérvár Televízió is beszámolt a híradójában is az alakuló közgyűlésről. Tekintsük ezt most meg, és utána innen folytatjuk. A Fidesz képviselője és dr. Cserpalkovics András polgármester az alakuló ülés előtt virágot helyezett el Szent István szarkofágjánál. Isten engem úgy segélyen. A polgármester dr. Cserpalkovics András és a képviselők esküjével megalakult az új közgyűlés. Az MSZP-s Márton Zoltán lemondott mandátumáról, helyette Márton Roland tette le a képviselői esküt. Köszönöm a sok segítséget, a biztatást. Dr. Cserpalkovics András polgármester ismertette programját, mindenek előtt köszönetét fejezte ki a választópolgároknak és gratulálta megválasztott képviselőknek. Azt hangsúlyozta, hogy nem bal vagy jobboldali választópolgárokat, hanem minden Székesfehérváron élő érdekeit fogja képviselni. Programjának legfontosabb pontjaiként a munkahelyteremtést és az egészségügy fejlesztését említette. Erős kormányzati támogatással mindent megteszünk azért, hogy Fehérvár ismét korszerű technológia és a kreatív vállalkozások fellegvára legyen, munkát adva is sok itt élő polgárnak. Támogatni fogjuk az értékteremtő munkahelyeket létrehozó cégeket, úgy a nagy, mint a kis vállalkozásokat, és partnerséget ajánlunk és kérünk a helyi gazdasági élet szereplői részéről. Az is alapvető elvárása a fehérváriaknak, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban részesülhessenek. Ezért az új önkormányzat egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy aktív szerepet vállaljon a város egészségügyi ellátása működtetésében és fejlesztésében. Brájer Éva, Égi Tamás, Róth Péter alpolgármesternek megválasztásra került. Megválasztották az új alpolgármestereket is. Brájer Éva a humán területért, Égi Tamás a gazdasági ügyekért, Róth Péter pedig a társadalmi kapcsolatokért felel majd új tisztségében. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Székesfehérvár megyei jogú város fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Nos, hát 10 évvel ezelőtt, október 14-én ezek voltak tehát az alakuló közgyűlés fontosabb mozzanatai. 36 évesen lett polgármester. Nyilván előtte volt már politikai tapasztalata, hiszen önkormányzati képviselőként és országgyűlési képviselőként is tevékenykedett. Miért döntött úgy, hogy szeretne polgármester lenni? Talán többször elmondtam már, hogy
úgy éreztem, hogy 35-36 évesen az ember még fiatal ahhoz, hogy egy nagyvárost irányítson, vezessen, és egy csapat kapitányává váljon. És ezért én még ott 2010 tavaszának, nyarának fordulóján is országgyűlési képviselői munka mellett nehezen tudtam elképzelni, hogy néhány hónap múlva a várospolgármestere is legyek. De aztán úgy alakult az élet, hogy jelölt lettem, utána pedig a fehérváriak bizalmát megkaptam, hogy elkezdhessem ezt a munkát velük közösen, még egyszer csapatban. De ezáltal nagy izgalommal is. Miért gondoltam, hogy fiatal vagyok még talán ehhez? Az egyszerűen annak az okán volt így, hogy meg kell érni bizonyos dolgokat, bölcsé kell válni. És ez 35-36 évesen az ember még nem tud bölcs lenni, hiszen ahhoz keveset élt, keveset tapasztalt. És így visszagondolva is tudok az elmúlt 10 évből számtalan olyan dolgot, amit talán ma már másként látok, mint akkor, vagy 2010 előttről is tudok olyat, amit másként látok, de akkor fiatalon az ember ezt úgy élte meg. Nagyon megtisztelő dolognak tartottam, hogy Fehérvár polgármestere lehetek, de egyúttal igyekeztem nagy szorgalommal és alázattal és lelkiismeretesen ellátni ezt a feladatot, így elkezdeni 2010-ben. Hát azért látszott ezen a felvételen, hogy azért a őszhajszálok száma jóval kevesebb volt, talán akkor még nem is volt. A hölgyeken persze egyáltalán nem látszott, hogy változott volna valami, és hogy 10 évvel telt volna, de rajtam azért azt gondolom, hogy látszik, de bizony benne, hogy a városon is tetten érhető ennek a 10 évnek a nyoma. Volt olyan döntés, amiben mondjuk éppen a fiatalsága segítette az, hogy más szemszögből látta, más lendülettel közelített hozzá egyes feladathoz? Talán leginkább a fiatalok megszólításában tetten érhető ez, hogy azért a képen is látszik, hogy az eskütételen mögöttem áll mondjuk, vagy ül Bóka Viktor, ma már főedző úr, aki nálamnál is fiatalabb, ez a képen is látod, de hát Róth Péterről is beszélhetnénk, aki akkor lett először alpolgármester, aki nálamnál szintén fiatalabb, és mi akkor azt mondtuk, aztán később ebbe Mészáros Attila bekapcsolódott ebbe a feladatba, hogyha milyen fiatalon megkaptuk ennek a közösségnek a szolgálata tekintetében a lehetőséget, a bizalmat, akkor vissza kell adnunk a fiataloknak is ebből valamit. Talán megértjük őket, és tudjuk, hogy nem beszélni kell róluk, hanem őket bevonni, és közösen cselekedni. És ebből fakadt, hogy aztán a 2010 után rohamosan változó technológiában, digitális technológiában, közösségi média megjelenésében mertünk erőteljes lépéseket tenni, jóval előbb, mint adott esetben a magyar települések vezetőinek döntő többsége, gondoljuk itt Facebook közmeghallgatásra, Instagram közmeghallgatásra, egyáltalán arra, hogy elérhető legyen a polgármester minden felületen és személyesen is. Én gondolom, hogy talán ez a fiatalságból fakad, hogy nem ijedtünk meg ezektől a lehetőségektől, hanem elindultunk. Nagyon érdekes, mert most elkezdtem TikTokozni pár hete, ez egy új felület, és hát itt azért már érzem, hogy húha, ezt meg kell érezni és érteni. A Facebooknál, az Instagramnál ez még abszolút könnyen ment. De gyerekek tudnak segíteni, legalábbis nekem hát például 10 éves fiam segít. Ez abszolút így van, ők készség szintjén használnak minden ilyen digitális technológiát, és akkor néha elnézően mosolyognak apán, és akkor leülnek, és akkor elmagyarázzák, hogy mit, hogyan kell csinálni. És hát közben vannak olyan kollégáim, akik nálam már jóval fiatalabbak, és nyilvánvalóan abszolút érzékük van ehhez a történethez, én próbálom elsajátítani még ezeket a kommunikációs eszközöket. Tehát például szerintem ez ebbe könnyebben lépett egy 35-36 éves polgármester, mint hogyha jóval idősebb ember lettem volna, és talán ez hozzá is járult ahhoz, hogy jóval több fiatal tudunk megszólítani, mint amit általában egy-egy városban el tudnak érni a városházáról, ami valljuk be a fiataloknak nagyon egy ilyen túl szép épület, amiben biztos olyan munka folyik, ahol a fiatalokra nem kíváncsiak. Szerintem Fehérváron a fiatalok érzik, hogy nagyon is számít a vélemény. No, megnézzük, hogy október 3-án hogyan telt a stúdióban az első már megválasztott polgármesteri beszélgetés, aztán innen folytatjuk. Gratulálok! Köszönöm szépen! Sima győzelem. Hát sportnyelven igen, de azért tudjuk, hogy minden sportsiker mögött is hosszú évek munkája van, nagy küzdelmek vannak.
Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma elment és élt alkotmányos jogával, részt vett a választásokon itt Fehérváron, és amellett természetesen külön köszönöm azoknak, akik engem tüntettek ki bizalmukkal, illetve a általam támogatott jelölteket és csapatot. Emellett rögtön szeretném hozzátenni, hogy a verseny ma lezárult. Holnaptól munka van, a munka pedig Fehérvárért történik és zajlik, azaz én szeretnék minden fehérvári polgármestere lenni, hiszen azt hiszem, hogy egy város az akkor lehet sikeres, ha képes összefogni, ha képes együttműködni, és a verseny végeztével nem a versenyre, hanem sokkal inkább a városra koncentrálni. Én ezzel leszek, és remélem, hogy mindenki más is. Ha így lesz, akkor ezt a várost vissza fogjuk tudni közös erővel emelni oda, ahova ez a város történelmi múltja, gazdasági ereje, földrajzi elhelyezkedése okán azt hiszem, hogy tartozik, azaz a legjelentősebb magyar nagyvárosok közé. Mi elég sokat beszéltünk ebben a mai adásban arról, hogy hogy lehet megszólítani a fiatalokat. Egyáltalán milyen szerepe és milyen kötelessége van a város vezetésnek a fiatalokkal szemben? Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, és nem csak a politikának komoly kérdés, hanem szerintem mindenkinek, aki a közösségekbe megkívánja szólítani a fiatalokat. Az biztos, hogy a saját eszközeikkel és a saját nyelvükön kell megszólítani, és csak lehet megszólítani őket. Azt kell, hogy érezzük, hogy értük és velük együtt történnek a dolgok, és nem felettük róluk. Ez egy szerintem komoly kérdés, hogyha ők azt érzik, hogy bizalommal fordulnak irányukba, és nem diktálni szeretnének nekik, hanem szeretnék őket bevonni mondjuk a döntéshozatali mechanizmusban, valóban megkérdezik őket, és valóban elmondhatják a véleményüket, és arra valóban kíváncsi az, aki megkérdezte őket, akkor szerintem igenis bevonhatók, nem a politikába, hanem a közösségi létbe, amit egy város, amit egy otthon jelent. Azt látni kell mindenkinek, hogy egy város nem lehet egy személynek vezetni. Az régen téved, aki azt gondolja, hogy egy 102 000-es várost 40 milliárdos költségvetéssel, több ezer közalkalmazottal valaki egyszerűen tud irányítani. A városháza nem lehet elefántcsontorony, nem zárkozhatunk be a városházára, hanem az emberekkel együtt kell ezt a várost irányítani. Természetesen döntéseket kell hozni, csak nem mindegy, hogy a döntések milyen módon jönnek létre, ki és mennyiben szólhat bele. Pontosan tudjuk, felmérések mutatják, hogy úgy érzik a fehérváriak, hogy az elmúlt években, évtizedben egyre inkább kiszorultak a döntéshozatali mechanizmusból, és kívánják, szeretnék azt, hogy újra beleszólhassanak a városunk közös ügyeibe. Mi azért fogunk dolgozni, hogy ezzel a konzultációs sorozattal a város egészére vagy egy-egy városrészre vonatkozóan meg tudjuk szólítani a fehérvári embereket. Alázattal, szerényen, de határozottan és azzal a céllal, hogy ezt a várost sikeresen tudjuk irányítani a következő esztendőkben. Nos, hát fiatalokról volt szó, közösségről volt szó, illetve arra, hogy kíváncsi az emberek véleményére. Ez azóta változott? Nem változott, és hogy mennyit tudtam ebből megvalósítani, azt persze az emberek tudják eldönteni, de az elmúlt 10 évben próbáltunk ennek megfelelően dolgozni. Én gondolom, hogy a városháza nem lett elefántcsontorony, a polgármester elérhető, megtalálható, fogadjuk a véleményeket, és ahol lehet ezeket be is építjük a döntéshozatali mechanizmusba, és minden generáció érezheti úgy, hogy beleszólhat a város közös ügyeibe. Rengeteget kaptam ugyanis a különböző generációktól, a város különböző közösségeitől, a civil közösségektől, intézményi közösségektől, rengeteg magánszemélytől, és szerintem ez egy fontos kérdés a város irányításában. Ugye akkor is úgy nem nagyon látszott ezen a képernyőn, de ugye egy olyan jelvény volt rajtunk, ami nekünk Fehérvár a legfontosabb, nekem Fehérvár jeligére, szlogenre hallgatott, és ezt akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy érezni lehessen, hogy itt egy nagyon lokálpatrióta városvezetés kezdi el a munkáját. Én bízom benne, hogy ezt lehetett érezni ebben az évtizedben. Amikor ugye erről dönteni kellett az embernek magának is 2014-ben, hogy az összeférhetetlenség kimondása után, ami szerintem még egy helyes döntés volt a parlament részéről, az ember polgármesteri munkára kér megbízatást és bizalmat a fehérváriaktól, vagy országgyűlési képviselői munkára, akkor én egyértelmű volt, hogy a polgármesteri munkát választom. Ez azóta sem változott, így történt ez 19-ben, és én amennyire előre látok, így szeretnék 24-ben is bizalmat kérni a fehérváriaktól. Minden ehhez a városhoz köt, és én Fehérvárnak szeretném visszaadni azt, amit én ettől a várostól kaptam. Nem csak
1974 és 2010 között, hanem polgármesterként, amit megélhettem 2010 és 2020 között, hiszen rengeteg támogatást, segítséget, baráti szót, szeretetet kapok az emberektől, a biztatást, ötletet, javaslatot, építőjellegű kritikát, és úgy érezhetem talán, hogy tényleg egy csapat kapitányaként számítanak rám a székesfehérváriak. Erre kértem a bizalmat 2010-ben, 14-ben és 19-ben, és bízom benne, hogy a következő években is ezt fogom tudni megszolgálni, megpróbálva ugyanúgy alázatosan és szerényen dolgozni. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy akkor is fehérvári volt, amikor nem voltam polgármester, és akkor is Fehérváron szeretnék élni, amikor már nem leszek polgármester. Ez viszont az is kell, hogy az ember olyan munkát végezzen, hogy emelt fővel tudjon sétálni egyet, akár a belvárosba, akár a piacon, akár egy boltba, vagy akár a színházban, a szünetben. Visszautalnék az első munkanapjáról, amiről már egy-két gondolatot, szót ejtett itt nálunk a köztérben, hogy október 5-e volt ugye ez a nap. Milyen kihívásokkal találta magát szembe 2010-ben, október 5-én, illetve azt követően, hiszen azért az ön megválasztásával mondhatjuk, hogy egy 12 éves időszak is lezárult Székesfehérvár életében. Az első említésre került az, hogy ott nem voltak kamerák, hát valószínűleg jobb is, mert talán ott izgultam a legjobban. Még 3-án sem izgultam úgy, aztán 14-én sem izgultam úgy, de 5-én hirtelen nagyon, hogy az ember ott maradt, és na, akkor el kell kezdeni a munkát. És amikor ott átgondoltam, hogy hogy induljunk el, akkor vallottam azt, hogy ennek a városnak különböző szempontból, de kiváló polgármesterei voltak. Balsai István, Nagy István és Varrasoszki Tihamér személyében is. Nem mindenben értettem velük egyet, sőt, hát Tihamérral kifejezetten komoly közéleti vitáink is voltak, de mindegyiknél egyértelmű volt, hogy szeretik a városukat, és ennek a városnak a közösségét szolgálják, mégpedig lokálpatrióta emberként. Tehát ez volt az első alapvetés, hogy az ő munkájukból vigyünk tovább minden olyat, amit én magam is olyannak tartok, hogy igen, erre lehet építkezni. Nem véletlenül lettek mind a hárman a város díszpolgárai is, de egyébként egy-két évvel később, mert ezzel is szerettük volna kifejezni irányukba a tiszteletünket. De ennek a munkának a kezdetén nyilván voltak dolgok és problémák, amiket mi máshogy láttunk, vagy amit máshogy szerettünk volna megvalósítani, vagy ami a város előtt új kihívásként megjelent. Nyilván volt a városnak egy pénzügyi helyzete, mínusz 18,5 milliárd forintos adósságállománya lesz kezelni kellett. Volt egy éppen válságban lévő gazdaság, amit újra a motorját tekintve be kellett indítani, és ezek azért voltak alapvető kérdések, mert egy fenntartható várost szerettünk volna fejleszteni és építeni, azaz, amelyik valójában addig terjeszkedik, ameddig az a bizonyos takaró él, nem adósítja el az utódainak is a várost, hogy még a gyerekeink, unokáink is a mostani adósságokat fizessék, hanem azt költi el, ami rendelkezésre áll, de az építkezés okán egyre több álljon rendelkezésre, hogy a várost üzemeltessük, kötelező önként vállalt feladatokat ellássuk, egyre magasabb színvonalon nyújtsunk szolgáltatásokat, és megvalósítsuk a különböző fontos beruházásokat városi forrásból, állami forrásból, Európai Uniós támogatásból. Nyilván az embereknek a tiszta eldönteni, hogy ez mennyiben és hogyan sikerült, de valójában ezek voltak azok a célok, amik mellett elindultunk 2010-ben. És ami hangsúlyos cél volt, az a közösségépítés, amit én 10 éve óta folyamatosan mondok, és a közéleti szereplők legnagyobb felelősségének tartok Fehérváron, hogy meg tudjuk-e a közösségi erőt szervezni, föl tudjuk-e használni a város fejlesztésében, meg tudjuk-e hívni a város polgárait arra, hogy együtt építsük ezt a várost, gondozzuk a mindennapokba, és szeressük Székesfehérvárt, hogy igazán a közös otthonunknak tekinthessük, és azt keressük, ami bennünket összeköt, és ne azt, ami bennünket szétválaszt. Ez az évtizedben ennek mentén dolgoztam, mert a legnagyobb felelősség ebben a mindenkori polgármesteré. De hozzátéve, amit el is mondtam akkor, és még 10 év után is egyetértek magammal, hogy a város ez egy csapat munka eredményeképpen fejleszthető, közösségként fejleszthető, a polgármester egy fontos szereplő, a csapat kapitánya, de nem egyedüli, nem polihisztor, nem vagyok polihisztor, rengeteg szakember segíti az én munkámat, a hivatal fantasztikus szakembereivel az élén, intézményeken dolgozó szakembereknél, cégeink szakemberei, nél, akik a nyilvánosságba segítenek nekem, hogy eljuttassuk a fehérvári emberekhez a hírekhez, vagy pont fordítva, hogy onnan jussanak el hozzunk a kritikák, problémafelvetések, kérdések. Tehát nagyon bonyolult szövettan egy városnak a vezetése, irányítása és egy város működése, de szerintem egy gyönyörű feladat és egy gyönyörű szolgálat. Én ennek próbáltam megfelelni az elmúlt évtizedben.
Már többször ejtettünk szót a székesfehérváriakról, most nézzük meg, hogy ők milyen véleményt fogalmaztak, vagy milyen meglátásaik voltak az elmúlt 10 évről. Jó minden, azt akarom mondani, hogy én becsülöm, tisztelem, becsülöm, úgyhogy mert mindent megad Fehérvárnak, úgyhogy hát meg a nyugdíjasokat is támogatja 5000 forinttal, mert én is most már betöltöttem a 65-öt. Segíti az időseket, épp úgy az ebéd rendezésébe mindenféleképpen. Januárban is kint voltunk, vagy februárban ebbe a Lencse fesztiválon, úgyhogy nagyon sokat tesz az emberekért, főleg Székesfehérvárért. Van wifi a városban, és ezt mindenki tudja használni igaziból, ugye teljesen ingyenes, és hát én például itt szoktam pokémongózni, de... Jó fejlődött igazából, igen, szép virágos, mint ahogy ugye kiderült is a sok nyertes miatt. Ez a város rendezés az folyik, tehát látni, hogy alakul a városnak a képe, de továbbra is én a minap mentem a Várkörúton is a köztársaság mozit, ugye aztán később olvastam róla, hogy ez lesz meg az lesz. Tudja hány év óta mondták már azt, hogy a kőtárat megvalósítják, hogy a ruszki laktanyákból lehozzák a paragványokat és ott megcsinálják, vagy hogy tovább megyek a romkertet, hogy rendbe rakják. Én gyerekkoromban onnan hoztunk kövi rózsákat, és nem változott semmit se. Az, hogy az osszáriumot megcsinálták, ez egy, nézze, aki járt Nyugat-Európába, Reimsbe vagy nagyobb Notre Dame-ot látta, nem is lehet összehasonlítani, mi van itt egy halom kődarab, semmi. Hát a Kralovánszki alán, nem tudom, utoljára őszitált át a földet, még találtak ezt-azt, hogy itt megnézem a bazilikát, nem tudom, nyitva van-e a templom már, én nem vagyok vallásos, gyakorlatilag. Szóval nagyon idegennek, akik családból jöttek és végvittem a városon, mindenkinek tetszett Fehérvár belvárosa. Nekem viszont, aki tőzsgyökeres fehérvári vagyok, én nagyon sok mindent másként csinálnék. Sokkal több a zöld felületeket, ezt a mocskos buszpályaudvart innen kitelepíteném. És a Cserpalkovics úrnál nincs jobb pillanatnyilag. Ez megint jellemző a mai politikai helyzetre. Én itt dolgoztam 20 évet, én tudom azt, hogy történt a váltás. Nézd, az ellenzék olyan, amilyen. Nincsen alternatíva. Pedig az kellene ahhoz, hogy kikényszerítsünk belőle még több pozitívumot. Nos, hát igazán sokszínű kis összeállítás volt, ez volt az utca embere, úgymond. Hát nagyon érdekes volt, és rengeteg olyan kérdés jött elő, ami természetesen bennünket is foglalkoztat, nem véletlenül, hiszen ahogy előbb beszéltük is róla, folyamatos a kommunikáció az emberekkel, Kálmán bácsitól kezdve akár a hölgyeken keresztül, akár a utoljára megszólaló úr vonatkozásában is sok olyan dolog hangzott el, ami azt gondolom, hogy abszolút jogos. Örömteliek a kedves visszajelzések, és úgy láttam, hogy az emberek azért tényleg érzékelik, hogy sok minden történt, és sok minden fejlődött, és működik jobban Fehérváron, mint 2010-ben vagy 2015 történt Székesfehérvár életében, de ez természetes is, hiszen a város egy folyamatos fejlődésben kell, hogy legyen, és egymásra kell, hogy épüljen a különböző önkormányzati ciklus által elvégzett munka. És hát teljesen jogosak azok az észrevételek is, amik a végén elhangoztak. Szerintem nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy a fejlesztések azok nem valósulhatnak meg egyik pillanatról a másikra, hanem egymásra tudnak épülni. Annak nagyon örülök, hogy egyetlen egy olyan fejlesztési igény nem hangzott el, ami valamilyen módon az előkészítésben ne állna már előre haladott állapotban, úgyhogy itt azt gondolom, hogy az úr által megfogalmazottakból is szinte minden ebbe a ciklusba el fog készülni, akár a zöld terület arányának a további növekedése, elég mondjuk most a palotavárosi tavak körüli fejlesztésre gondolni, vagy az erdősítésre, az elmúlt években mondjuk a sóstó megmentésére, soha nem látott faültetésre, erdőültetésre, virágosítási programokra, ugye nemzetközi hazai versenyeket nyer Székesfehérvár.
a közösségeinek, civil embereinek összefogása eredményeképpen is. Ugyanúgy, mint ahogy az intermodális közösségi közlekedési központban megvalósul az a bizonyos új autóbuszállomás is, amire az úr egyébként beszélt, és igen, dolgozunk a Nemzeti Emlékhelyen. És ezt azért húznám alá is, bár az úr kritikával illette ezt a kérdéskört, és 300 éve lehet is kritikával illetni, mert azóta nem igazán tudjuk megoldani mi magyarok a nemzet bölcsőjének történelmi kérdését. És igen, elhangzottak a különböző, különösen francia példák, hát azért azzal, hogy nyilván a történelmi korszakok másként sújtottak egy-egy országot vagy egy-egy várost. Sajnos nálunk ez a bizonyos templom, ez nem állhat úgy, ahogy mondjuk más nyugat-európai országokban ezek a helyek zarándok helyként is felkereshetők mind a mai napig, de ez nem menthet föl bennünket az alól a felelősség alól, hogy igenis a Nemzeti Emlékhelyen valami olyannak kell épülni, Amely valóban visszaadja a nemzeti önbecsülést, valóban hangsúlyozza, hogy ez volt a történelmi főváros nemzeti történelmi bölcsője, és ahol a világi állami és egyházi események tekintetében is a legfontosabbak történtek több száz éven keresztül a magyar nemzet történelmében. Igen, a köztársaság mozi meg fog újulni, a látogatóközpont meg fog valósulni, tehát ebben is előrelépést fogunk tudni jelezni. A hölgyeknek meg nagyon köszönöm, és Kálmán bácsinak is, hogy nagyon kedveseket mondtak. Remélem, hogy a jövőben is úgy tudunk szolgálni ebben a városban, hogy ha évek múlva, mondjuk egy évtized múlva újra beszélgetünk, akkor a második évtizedről is úgy számol be mindenki, hogy ez a város fejlődni fog. Még egyszer azzal az alázattal és szerénységgel, amivel próbáltuk ebbe az évtizedbe, biztos nem hibátlanul, de lelkiismeretünk szerint a legjobban irányítani ennek a városnak a mindennapi ügyeit. Hogyha egy kicsit visszagondolok még itt a bejátsz előtti beszélgetés fonalához, akkor ugye ott említette, hogy nem baj, hogy volt az összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntés, és hogy ma sem döntenem másképp. Ugyanakkor az is észrevehető, hogy a párton belüli tisztségeitől úgymond visszalépett egyet. Ezt miért tartotta fontosnak? Én a polgármesteri feladatot az első pillanattól kezdve úgy láttam, úgy érzékeltem, hogy ez egy olyan szolgálat, amit nem lehet pártpolitikai alapon végezni. Ez nem egy pártpolitikai, különösen nem egy országos politikai tisztség. Aki országos politikával szeretne részt venni, el kell menni a parlamenti és a kormányzati munkába. Mert ott kell országos politikai kérdésekben dönteni. A helyi közösség ügyeit intézi az önkormányzat egy hivatal segítségével, szakavatott szakembereinek a támogatásával, de várospolitikusoknak az irányítása mellett. És ennek az első helyén a mindenkori polgármester szerepel, akinek viszont kutya kötelessége megpróbálni közösségét erősíteni. Közösséget viszont nem lehet pártpolitikai alapon erősíteni, hiszen az ideológiailag kettévág, vagy többfelé vág egy-egy városi közösséget. Úgyhogy én az első pillanattól kezdve úgy gondoltam, hogy szépen a pártisztségektől meg kell szabadulni. Mindenki tudja, hogy én milyen politikai közösséghez tartozom. Ez így van ma is, ugyanúgy, mint ahogy 2010-ben vagy 2010 előtt, de én a fehérváriak polgármestere vagyok. Minden olyan dolgot próbálok segíteni, támogatni, ami Fehérvár érdekeit meggyőződésem, hogy segíti, és ha valami olyan döntés születik, ami ennek ellentmond, akkor azt akkor is el fogom mondani azzal kapcsolatban a kritikai véleményemet, ha adott esetben ez a kormány álláspontjával szembeni álláspont képviseletét jelenti. De még egyszer, a másik oldalon viszont nem keresem szándékosan a konfliktust másokkal, ez az ellenzéki politikusokra ugyanúgy vonatkozik, mint adott esetben a kormányzatra. Egy biztos, 2010 és 2020 között történelmi mértékű fejlesztési forrásokat kapott Székesfehérvár, ezzel a helyi közösségnek kell tudnia jól élni, és ezt a várost a mindennapokba fejleszteni úgy, hogy egyre élhetőbb, egyre szerethetőbb legyen. De ennek az alapgondolata, hogy ez a mi közös otthonunk. Akkor is, hogyha valaki fideszes, akkor is a DK-s, a Momentumos, ha MSZP-s, akkor is, hogyha egyáltalán egyik pártban sem találja meg azt, akit ő támogatni szeretne, de helyben joggal érezhesse úgy, hogy érte történnek a dolgok, az ő pártállásától teljesen függetlenül. És azt tapasztalom, hogy a fehérváriak zömében
Ezt várják el tőlem is, és a város testületétől is. És egyébként 2017-18 fordulójáig én úgy éreztem, hogy a testület egészen is ebben a szellemiségben dolgozik. Sajnos az elmúlt időszakban látok romló jeleket, de most a 10 évről beszélünk, úgyhogy ezt a kis időszakot most itt a végén nem érdemes említeni. Én abban bízom, hogy minden oldalon a fehérváriak a saját közéleti szereplőiket arra inspirálják, hogy helyben ne pártpolitizáljanak, különösen a budapesti pártközpontok utasításait hajtsák végre, hanem a helyi emberek érdekéből, a lelkiismeretüknek megfelelően a Fehérvárnak legjobb döntéseket hozzuk meg, ha lehet közösen. És ezért ez a testület az elmúlt egy évtizedben is a döntéseinek jelentős részét egyhangú döntéssel hozta. Még ha ebben van is, megint azt mondom, negatív az én érzületemben, negatív változás az elmúlt időszakban, de ennek ellenére is azt mondom, hogy Fehérvár politikai kultúrája az bőven az országos szint fölött van, és szerintem ez egy közös értéke, azt is merem megfogalmazni, hogy egy alapvetően versenyelőnye Székesfehérvárnak, amit nagyon fontos lenne közös erővel fenntartani. Én erre törekedtem a múltban, a jelenben, és erre fogok törekedni a jövőben is, és én Fehérváron szeretnék továbbra is dolgozni ennek a közösségnek a szolgálatába. Ameddig megbíznak bennem, addig pedig ezt polgármesterként szeretném megtenni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm mindenkinek a szeretetét, támogatását, bizalmát ebben az évtizedben. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérrel holnap este is várjuk majd Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!